Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a város egy sikeres pályázatnak köszönhetően foglalkoztatáson nyert pénzt. Mi is ez a pályázat pontosan? Hát egészen pontosan közfoglalkoztatást elősegítő iroda létrehozására nyertünk pénzt. A legegyszerűbben úgy tudnám elmagyarázni, hogy azt mindenki nagyon jól tudja, hogy a kormánynak egy alapvető szándéka, hogy minél több ember dolgozzon ebben az országban, és ez egy mindenképpen helyeselni való cél, hiszen a munka az önmagában is egy érték, értéket teremt, becsületet ad, jó az egyénnek, jó a helyi közösségnek, és jó az egész társadalomnak, az egész országnak. Ahhoz, hogy a lehető legtöbb embert foglalkoztatni lehessen, ahhoz nyilvánvalóan sokféle képzés kell, egyáltalán meg kell őket találni, hiszen azok, akik nehezebben jutnak munkához, általában képzetlenebbek közül kerülnek ki, vagy a korban olyanok, vagy túl fiatalok, vagy pedig lent már idősebbek. Na, ennek az irodának a létrehozása azt a cél szolgálja, hogy ezeket a jelenleg munkával nem rendelkező embereket sikerüljön begyűjteni, képzésben részesíteni őket, kiajánlani, tartani a kapcsolatot különböző vállalkozásokkal, vállalkozókkal, akiknek szükségük van munkaerőre, tehát a kereslet és kínálat piaci viszonyait szintbe kell hozni ezáltal, és így remélhetőleg nagyon-nagyon sok ember fog hasznos munkát találni a későbbiekben magának. Ebben a programban azért olyan képzésben résztvevők is bekapcsolódnak, akik most is képeznek, sőt benne lesz a foglalkoztatási központ is, tehát tudni fognak azokról az emberekről, akiket meg lehet találni. Ez pontosan így van, hiszen ez egy nagyon-nagyon sok lábon álló rendszer kell, hogy legyen, és kell egy adatbázis, hogy kik azok, akik egyáltalán most nem dolgoznak, nincsenek foglalkoztatva. Nyilvánvalóan azt is tudni kell, hogy mire van szükség, milyen szakmákra van szükség, esetleg, hogyha betanított munkásra van szükség egy vállalkozónak, az is nagyon-nagyon fontos adat. Tehát ezeket kell koordinálni, és ez a pályázat lehetővé tette azt, hogy egy irodát kialakítsunk itt a városudvarban. Itt kell majd, és itt lehet megtalálni ezt az úgynevezett Paktum irodát, aminek már van is egy kinevezett munkatársa, egy nagyon jól képzett fiatal, aki kézben tartja ezeket a szálakat, és lehetőség szerint össze is köti, hogy mindenki jól járjon, és a munkavállalók a foglalkozásban a nem foglalkoztatottak munkát találjanak, a vállalkozók pedig munkaerőt találjanak. Reméljük, hogy sokan fel fogják keresni, és hiszen ez egy járási központú települést, 5 települést érint, tehát a Kaucag járás területét minden település bevonható lesz ebbe a paktumba. Ez is igaz, tehát ez nem csak Kaucagra vonatkozik, hanem ennek a programnak része a kaucagi járás mind az 5 települése, de a megyében is ez a helyi foglalkoztatási paktum tevékenységhez működik, úgyhogy az egész megyét átöleli, sőt az egész országot. Reméljük, hogy sikeres lesz, és itt sokan fognak olyan munkát találni, vagy olyan munkavállalót, aki az ő vállalkozásukat segíti. Ebben mindenképpen bízni kell, és tenni is kell érte, hiszen ez a legfontosabb. Azt nem lehet várni azoktól, mondjuk a kevésbé képzett emberektől, hogy ők majd saját maguk elballagnak egy-egy vállalkozóhoz. A vállalkozóknak is sokkal könnyebb lesz a dolgok, akkor, hogyha látják, hogy na, egy ilyen listából lehet választani, ilyen és ilyen képzésben részesülnek jó néhányan, tehát mindenkinek megkönnyíti a dolgát, és ez egy közös érdekünk. Tehát még egyszer mondom, az nagyon fontos, hogy mindenki a munkából tudjon megélni, a saját maga munkaerejét felhasználva. Remélem, hogy ez eredményes lesz és sikeres lesz, és akkor nem a segélyekért fognak sorbálni ezek az emberek, hanem a saját becsületük érdekében is fognak tudni dolgozni. Köszönjük szépen, és hát ez az iroda és ez a paktum ezért fog dolgozni a következő 3 évben. Ez így van, és sok sikert kívánok az itteni munkatársnak, és szeretném megköszönni minden olyan kollégámnak, a munkaügyi központnak, a megyei vezetésnek,
akik munkálkodnak ezen a nem könnyű programon, hiszen visszavezetni vagy bevezetni a munka világába bizonyos réteget nem könnyű feladat. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!